Rendezgeti a karácsonyi ajándékokat a Kalocsai Kék Lovagok Rendészeti Motoros Egyesület egyik tagja a Szekszárdi Kórház gyerekosztályán. Több mint 40 ajándékot hoztak az osztályon fekvő kicsiknek. Herman Gábor a rendőrökből, katonákból, tűzoltókból és büntetés végrehajtási intézetnél dolgozókból álló motoros egyesület vezetője azt mondja, az volt a céljuk, hogy örömet szerezzenek a nehéz helyzetben levő, rászoruló vagy éppen beteg gyermekeknek. 300-on felüli dobozt sikerült összegyűjteni Duna mindkét oldalán felajánlásokból. Ide körülbelül 40 dobozt hoztunk, illetve plusz játékokat még a gyerekeknek, a bent lévőknek, illetve akik esetleg az ünnepeket itt bent fogják tölteni, egy kis örömet próbálunk csempészni a mindennapjaikba. A Szekszárdi Kórház gyerekosztályán jelenleg 10 gyerek fekszik, különböző betegségekkel, így például az ilyenkor megszokott vírusos megbetegedésekkel, vagy éppen tüdőgyulladással. Az osztálysebésze azt mondja, nagyon örülnek az adományoknak, és hogy éppen rájuk gondolt a Rendészeti Motoros Egyesület. Segítenek a betegeknek, ennek nagyon örülünk neki, elsősorban a betegeknek, és azt szeretnénk megköszönni, hogy itt betegeikre, kis betegekre gondolkodtak. A Kalocsai Kék Lovagok nem csak a szekszárdi, hanem a Kalocsai Kórházba is becsempésztek több doboznyi szeretetet.